Úgy érzem, hogy az, hogy autóversenyző lettem, az ugye mindig emlegetem, hogy Kaposvár, itt sok minden adott volt, talán több, mint egy más magyar városban, ebből szerencsés a dolog. Ami még nagyon szerencsés dolog, hogy a környezet, itt a Zselic, nagyon jó, van három olyan pálya, ami azt mondom, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert kimegyünk 10-15 kilométer, és három olyan gyorsaságint tudunk menni egy 100 kilométeres kört, ami Magyarország egyik legjobb pályái, és igazából nem volt rajtuk autóverseny. Ezt csak mi ismerjük itt, akik itt lakunk a környéken, meg nem véletlen, hogy azért innét kinőtt egy-két rally versenyző, mert ide kimentünk. Nem árulok el azzal a titkot, hogy az utóbbi pár évben a Mecsek Rallyba egy picit dolgoztam, a Dara Gabi által pont, hogy fölvetődött a kérdés, hogy lehet, hogy szeretnék egy kicsit bővíteni, és jönnének ide a somogyi pályákra, és még a Jelen Pista is itt ült, és itt voltunk többször, kimentünk, lejártuk ezeket az erdei utakat, és a Dara Gabi azt mondta, így, ahogy mentünk, tehát csak így elszólta magát, azt mondta, hogy olyan, mintha Salgótarján környékén járnék. Tehát azért mondom, hogy nagyon jó három olyan pálya van, ahova kiszoktunk gurulni, és akkor megyünk éjjel egy kört. Tehát ebbe szerencsések vagyunk. És mint említettem, tehát nem azt csináltuk, meg attól fejlődsz, minél többet mész, de viszont ha mindig ugyanazokon a pályákon mész, akkor úgy szerintem stagnálni fog ez a dolog. Mert a rallinak ugye az a lényege, hogy állandó változó körülmények, meg állandó új kihívások. A pálya is mindig változik, ha elmegy 100 autó. Úgyhogy az minden körbe más. Melyik volt az utolsó verseny, amit kint voltál nézni? Hát Zemplén rallin voltam most. Tavaly nem is voltam más versenyen. Előző években azért elmentem mindig egy-két autóversenyre itthon. Hát általában Miskolc környékiekre, meg Veszprémbe. Miskolcra Paher Péter mindig segíte, ad egy belépőt, akkor be tudok menni, mert ugye megnézem az első, mit tudom én, 10-15-öt, és akkor mit tudom én, megyek a következő gyorsra, úgyhogy autózok annyit, mint a versenyzők, vagy közel annyit. De hát úgy gondolom, hogy így érdemes nézni. És akkor ki a társasága Miskolc rallit megtekintésekor? Hát a lányom, barátnőm. Tehát de általában itt szoktunk menni. Régi banda, hogy jó ékes társai van. Hát ha összefutunk, akkor persze, akkor ott bandázunk, beszélgetünk egy picit, de most tudod, hát most mit tudom, mindenkinek van egy felépített útvonala, hogy én most ide szeretnék menni, én oda szeretnék menni, és akkor megyünk. De hát általában összefutunk mindig, tehát ezer ismerőssel összefut az ember, akkor az legyen néző, mondom, volt szerelő, meg versenyzők, szóval. Mit tartasz a legnagyobb sikerednek a rallis pályafutásod alá? Hát nem gondolkodtam én ezen, hogy mi a legnagyobb sikerem. Én úgy gondolom, hogy az egész egy nem rossz történet, holott nem lettem magyar bajnok, sose voltam magyar bajnok. Minden évben mindig ott voltam az első háromba, kettőben, mindig mindenki számolt velem, hála Isten, és azt mondták, hogy most neked kell nyerni. Ebben voltak szerencsétlen dolgok, hogy még amikor kezdő voltam, hogy itt-ott egy kis kalandba keveredtem, vagy nem volt jó navigátorom, vagy az autó nem bírta ki, vagy nem volt elég pénzünk, de én ott mentem folyamatában. A legnagyobb sikert én úgy fogalmaznám meg, hogy azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek. Tehát ez már szerintem egy siker. És most félre ne értse senki, tehát nem olyan szinten csináltam ezt a dolgot, hogy jó, most itt kimegyünk és autózunk, meg építettünk egy autót, aztán bőrögünk, hanem hát azért eljutottam mondnét a Szalma közvelény garázsból, bár mindig ott csináltuk az autót, hogy eljutottam oda, hogy úgymond tizenvalahány év alatt, vagy 10 év múlva egy Hungaroladó, egy gyári koncern képviseletében úgymond gyári versenyzők voltunk. Utána még, amiről beszéltem, 2 évig azért egy MOL szponzorációval mentem, szóval
ami nem azért volt, mert én ott dolgoztam, meg előtte áfor volt, mert arról ugye beszéltem pár szót már. Hát összességében azt mondom, hogy már ez egy, szerintem egy nagyon, nagyon jó dolog volt. Ez a legnagyobb siker, mert most hiába emelném ki azt, hogy hú, mert azon a versenyen én nyertem. Most ez egy siker volt. Én hazajöttem egy versenyről, volt, hogy itt kérdezték ismerősök, hogy én nem tudok leállni, meg hogy tegyük föl, nyertem. És másnap én már hétfőn ott voltam lent a Kislacinál a garázsba, és vittem a motort, vagy valamit, és pont ott kérdezte tőlem valaki, hogy figyelj, nem örülsz, nem ünnepeltek? Hát nem, nincs rá időm, 4 hét múlva jön a következő verseny. Mondom, a legnagyobb siker az, hogy azt csinálhattam, amit a legjobban szerettem. Peugeot után egyetlen egyszer sem sírtad vissza, vagy nem gondoltál rá, hogy újra kezd? Vagy hogy nem kellett volna abba hagyni? Hát arra gondoltam, igen, már többször, hogy nem kellett volna abba hagyni, de akkor ugye, amit mondtam, hogy kiszálltam belőle, hála Isten, sok mindent eladtam, ott volt a Peugeot, akkor jön egy telefon, hogy kaphatok egy kis pénzt. 3 hét alatt kellett egy autót építeni, mert igazából az autó itt volt, de még nem volt a miénk. Meg kellett csinálni futóművet, kasznét, lefestettük. Lefestettük, még meg se száradt a festék, csörög a telefon, hogy hát föl kéne hozni az autót, mert akkor kap egy ilyen molos dizájnt. Miért csináltam meg? Ugye? Na szóval, akkor mondom meg az eredmények, hogy első évben Peugeot-val 3. lettem kategóriában. Na de ugye előtte bent ülsz egy gyári autóba. Akkor kezdett a Butor Robi autózni, ő nyerte kategóriát, de hát ő egy gyári Skodával ment, ugye, amit Csehből hoztak. A kettő köszönő viszonyban nem volt, amit mi meg itt furtunk, faragtunk, úgymond akkor harmadosztályú szinten körülbelül. Bár nem, de azért a kettőt nem lehet összehasonlítani. Következő évben elmentem Olaszországba, hoztam egy motort a Peugeotba. Ennek is egy érdekes története van, hogy a Bajor Zoli mondja nekem, hogy Olaszországba, Padovába szokott menni egy bontóba. Az egyik srácnak, aki a Rangának járt szerelni, olasz gyerek, annak van ott egy bontója, és mondja, hogy volt ott, és látja, hogy le van az íróasztala mellett takarva egy motor, de kikandikált 2 Weber. És azt mondja, hogy elvette a rongyot, hogy hát ő neki kéne ez a 2 Weber karburátor. És mondta Pali, hogy ezt nem adja el, mert ez egy Peugeot 205-ös motor, és 4 kilométer van bent, egy N-es motor. És ezt csak egybe adja el. És az Zoli, ahogy hazajött, fölhívott, hogy menjek ki azért a motorért. Hát mondom, hogy 4 kilométer van egy motorba? Hát hogy lehet az? Na, az történt, hogy nem raktak rá légszűrőt, és a Peugeot-nak ugye itt a tűzfalon van a két karburátor hátrafelé, és a slick gumi felszedett egy kis kavicsot, ahogy próbálták az autót, az a kis kavicsot fölkapta, és bekapta a karburátor, és elgörbült egy szelep, ennyi baj volt. Na most ezért a motorért elmentem, megvettem, megcsináltuk, akkor utána vettem rá évközben egy 6 gangos váltót, és akkor már olyan versenyautóbb lett, és erről most az ugrott be, hogy mentem kassán, és előtte nézők körülbelül így szoktak csinálni, hogy mentem a Peugeot-val, és így csináltak, hogy most mi van. Hát nem úgy mentem meg, hát az egy majdnem N-es autó volt, és amikor Kassán elrajtoltam, ott volt ez a körverseny. Tudod, bent a városban, biztos hallottál róla. Elrajtoltam az autóval, és egy gyár is oda ment előttem. És azt láttam, hogy tudod, ráfordultam a körre, hogy na most ő olyan távolságra van. És ez nem csökkent, a következő körben ugyanannyira voltam. Hát mondom, akkor azért nem megyünk rosszul. És a második, harmadik körre már nézők ugráltak le, és a magyar zászlót lengették, mint ahogy a Zsigulival szoktam, hogy ez már tetszett nekik. Tehát akkor egy picit autózhatóbb volt a történet.
Jött ez a dolog, és akkor azt mondtam, hogy abba hagyom, és én ezt tudatosan hagytam abba. Én 2004-ig el sem mentem autóversenyre. Tehát semmi, mintha így elvágták volna, mert ha elmegyek, akkor lehet, hogy elkezdek rajta gondolkodni, hogy menni kéne egy autót építeni. Mert ugye arról is beszéltünk, hogy amikor én eladtam a Ladát, ugye akkor mindenki próbált kiszállni belőle, de már mondjuk 2000 körül sokkal jobban el tudtam volna adni, vagy 2000 után már lehetett látni azt, hogyha megtartottam volna az autót, ki is lehetett volna adni. Tehát azért eladtam Magyarország egyik akkor legjobb ásladáját, úgymond fillérekért. Ha megtartom, 3 vagy 4 év múlva, és azt az autót ki tudtam volna adni, na de hát akkor nem láttuk, hogy ez lesz egy ilyen őrület Magyarországon, hogy utána mindenki Ladával akar menni. Ugye erről már beszéltünk, és mondom, ezért biztos, hogy meg fognak kövezni versenyzők, amit nem értek, hogy miért akarnak azzal menni, mert mi ezt régebbi versenyzőkkel már, vagy korombeliekkel nem egyel beszéltük, hogy mi nem azért mentünk egy Zsigulival, mert azt egy nem tudom milyen jó autónak tartottuk, hanem ahhoz jutottunk hozzá, az a kor színvonalának egy megfelelő autó volt. És igazából utána se értettem én a 2000-es évek elején, most meg aztán végképp nem, hogy emberek miért akarnak ilyen autóval menni. Én azt tudom, ha valaki tudja, akkor én tudom, hogy annak milyen feelingje van. De én azt mondom, hogy a kor színvonalának megfelelő autóval kéne menni, meg ugye erről beszéltünk, hogy az autósport ugye mindig az legyen, hogy éltechnika, jó autóba ülni. Miért akarok én egy rossz autóba ülni? Nem rossz autó, csak 60 éves technika. És akkor nem jutunk el oda mégis, hogy a 200 lóerős Ladák kellenének, mert abban már nem ugyanaz a technika? Szerintem nem kellenek. Szerintem, mivel rally sport, amiről beszéltünk, nekem ez a véleményem, aztán persze mindenkinek más, hogy vannak szabályok, vannak homolog autók. Mivel tudok előrébb lépni, miért akarok versenyezni? Persze lehet azért is versenyezni, mert én jó akarom magam érezni, van rá pénzem, kimegyek, gurulok, bőrögök egyet, én ezt is megértem. De egy olyan szinten már, hogy ahol próbálunk, mint ahogy minket tehetségeket nevelni, meg utánpótlást nevelni, ott én úgy gondolom, hogy homolog autókkal kellene menni, meg az annak megfelelő kis autókkal, ahonnan majd a Pali föl tud lépni. Ahogy mondtam, hogy nekem is a karrieremet, hála Isten, próbálták egyengetni, mert akkor még volt ilyen, ma is kellene. Hogy figyelj, Laci, ezzel mennyi, ezt csináljad, így tudunk előrébb lépni, és szépen lépegetni egy első osztályból második osztályba, harmadik, negyedik, ötödik osztályba. Ugye? És hogy miért hagytam abba, meg hogy miért jöttek, nem jöttek gondolatok. Mert ugye, amit mondtam, hogy eljutsz egy szintre, eljutunk egy garázsból oda, hogy bent ülök egy gyári autóba, utána még leküzdök 2 évet, egy nagyon, úgymond nagyon komoly szponzori háttérrel, de nincs eredmény. Tehát nekem nem volt eredmény évvégén egy 5. hely. Tehát az egy kudarcnak éltem meg, érted? Tehát nem voltam elégedett, más biztos, hogy örülne neki, én nem voltam elégedett, és azt mondtam, hogy a következő lépcsőhöz meg már ugye jön az, hogy annyi pénz kell, amit nem tudok akkor előteremteni. És akkor azt mondom, hogy most abba kell hagyni. Megy még a régi autók közül valamelyik? Az én autóim közül? Az én autóim közül, hát a Bia 881 rendszámúval mentem, azzal a Notti ugye nagyon sokáig ment, meg tudtam, hogy eladta Csehszlovákiába, Csehországba. Úgyhogy ennyit tudok. De hát az egy jó megépített autó volt, mert egyszer volt itt Dombóváron egy versenyautó kiállítás, akkor a Notti meghívott, és még mentem is vele egyet, a lányomat vittem. De hát akkor ugye jóval kisebb volt, akkor ültem bent utoljára 2000, nem tudom, 5-6.
És azóta fel sem merült akár egy jobb egy se, vagy egyáltalán hajlandó lenne egy jobb egybe beülni most egy újabb technikába, hogy megnézni, hogy milyen? A jobb oldalra? Hát igen. Isten ments. Nem, oda nem akarnék beülni. Azt hittem rosszul hallok a kérdést. Nem, hát menni szeretnék vele kipróbálni, hát persze, hát az a vér nem válik vízzé, nagyon szeretnék vele menni. Hát ki tudja, majd dolgozunk rajta. De nem ezt a kérdést én már elvetettem, hát most 58 éves vagyok már, most autózok sokat, mai napig gyorsan közlekedek, tehát azzal nem lenne gond, de ahhoz, hogy visszajöjjön az ember arra a szintre, ahol volt, azon nagyon-nagyon sokat kellene dolgozni. Mert azért én ezt vallom, hogy ez egy ugyanolyan sport, mint a többi, és csak azok értnek el eredményt. Én úgy gondolom, hogy akivel csináltatok riportot, mindenki ezt fogja mondani, ezt mondta. Aki ezt nem veszi komolyan, tehát egy darabig lehet sok mindent pótolni pénzzel, meg van pénzem, és jövök-megyek, de az a produkció olyan is. Előbb-utóbb ki fog domborodni, hogy ki az, aki többet tréningezik. Ugye, most egy hosszú Katinka mitől tud nyerni világversenyeket? Ő reggel 4 órakor föl kell, vagy most mondtam valamit, lemegy az uszodába, edz, ugye? Elmegy haza, eszik, iszik, délelőtt megint edz, kicsit kajál, délután megint edz. És lehet, hogy este levezetésképpen megint edz egy picit. Most az autóversenyzőnek is valami hasonló módon kellene élni, de én úgy gondolom, hogy a rally világában azok a palik, akik ott mennek az elejébe, és gyári versenyzők, azok ezt követik. Ugye ott naponta több száz kilométert letesztelnek, vezetnek, akik meg már úgymond amatőr módon csinálják, attól független, aki még ott is eredményes, ő neki ott kell lenni. Ki kell menni az erdőbe, az aszfaltra autózni, csak ott jön meg. Én ebben nem hiszek, ebben szimulátorozásba. Historikba esetleg indulni? Egy régebbi autóval, vagy egy NS-sel? Ezt a kérdést már föltette valaki nekem egyszer. Az Ördög Mixi megkérdezte, csinált velem egy riportot. Nem tudom milyen rádió keretein belül. Talán meg is sértődött, mert utána beszéltünk telefonon, és mondtam neki, nem mondom, én versenyezni szeretnék. Tehát ha mennék, akkor rendesen szeretnék menni az első osztályba. Hát a historik is az első osztály hát, része. Annak a része, de nem tudom. Nem, én egy picit ezt mondom, úgy fogom föl, hogy lehet, hogy rosszul, nem tudom, hogy mindig a korszínvonalnak egy megfelelő autóval. De most nem hülyeség lenne beleülni egy nagy autóba. Hát most x éve nem ültem ilyen autóba. Az, hogy magamnak egy csalódást okozzak, meg a pár nézőnek, aki eljönne kedvemért, az úgy hülyeség. De viszont, ha kapnék egy lehetőséget, akkor egy fél évet, hogyha tréningezhetnék, akkor lehet. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent elmondtam. Ez majd biztos akkor jut eszébe az embernek, mikor elmentek. Hogy amiről beszélt. Én elmondtam itt a világfájdalomat, hogy nem látom azt, hogy maga az autósport olyan irányba menne Magyarországon. Tehát főleg az, hogy az utánpótlás. Bár talán most majd egy picit alakul itt a dolog, akkor az is nagyon nagy világfájdalmam, de hát én ezen nem tudok egyiken se változtatni, hogy úgy, ahogy a Hungaroral a képviseletek, tehát senki nem száll bele. Tehát egy komoly szponzor, tehát nem száll bele egy MOL sem már. Tehát kiszállt a Herzig Norvi mögül. Szóval ez kilátástalan egy picit. Tehát ha egy MOL kiszáll már ebből a dologból, bár a mi időnkben is kiszállt, mert ugye amikor én is abba hagytam, utána már nem adott senkinek pénzt. Ja nem, hülyeséget mondok, mert a kisferi még ment, igen, de utána akkor 2000-ben, vagy hogy abban maradt szó az a történet, ugye. Na jó, de azt ugye most ne hasonlítsuk ahhoz, hogy amit én kaptam, mert ugye Ranga mi volt? Az volt, hogy ő pécsi, betolta a kisferit, egy pécsi, és akkor végülis ott a Ranga bólintott rá, hogy jó, kapott még akkor a Gábaba pénzt, kaptam én pénzt, meg nem tudom, kapott valami motocrossos. Van itthon egy naptárom, különben rajta van, hogy meg rajta vagyunk, hogy kit szponzoráltam volna.
Na de igazából ez nagyon nagy probléma, hogy egy ekkora cég, aki aztán tényleg tehetne bele, nem tesz bele semmit. És ő prosperál legtöbbet az autókból, az utcán közlekedő autókból. Na de hát ma már tehetne bele ezekbe a sportokba, a autóalkatrész kereskedők, akik most hatalmasat kaszálnak szerintem Magyarországon. De komoly szponzort nem látok. Tehát most ma megnézel egy élautót, komoly szponzor nincs rajta. Van olyan dolog, amit másképp csináltál volna az életedben? Akár utólag visszanézve másképp csinálnál? Biztos, hogy van. Bár én az a baj, hogy elég ilyen önfejű voltam, és ugye azért is utottunk el innét oda, amit mondtam, hogy de ez csak így lehetett. Biztos, hogy hoztam rossz döntéseket. Hoztam rossz döntést. Mert nem lettem magyar bajnok, ugye erről beszéltünk, hogy minden évben ott voltunk a spiccen, és mindig mindenki számolt velünk, a szakma, a nézők, és valahogy nem jött össze. Ez talán az én hibám is, mert van, ami az én hibám. Ezt még elmesélem, ez is egy érdekes történet ennek kapcsán, hogy ugye amikor mentünk a Szamarával, hát a Bedő Mikivel, a navigátorommal ezen vesztünk össze. Hogy egy Veszprém rallin, ugye váltót kell cserélni. Kislőtérről lejöttünk, és ott volt a szerviz, de akkor hát a kislőtér az valami olyan formában volt, nem úgy, mint ahogy ma mennek rajta, és kijönnek Márkó felé, tudod, hanem az, ahogy jövünk ki Márkó felé, az már etap volt. És ott volt a szerviz, és szétdőlt a váltó, talán egy fokozat maradt, és váltót kell cserélni. De mi verseny előtt már ugye nézegettük a Mikivel, hogyha szerelni kell, ott fogunk szerelni, ott, és ahogy kijössz a gyorsról, ott szembe van egy kis bekötőút, és van egy betonplac. És mondtam neki, hogy ha itt baj lesz, akkor ott fogunk szervizelni. Na de a szervizen bejött a gyors végéig. Az egy, nem tudom, 3-4 kilométerre beljebb volt. És kijöttem, és én mondtam, hogy nem, oda jön a szerviz is, és ott kimegyek odáig, és ott a betonplacon, mind itt a porba, meg ugye ott nagyon szűk volt a hely, mentek el mellettet percenként autók. És nem láttam jónak, hogy ott nekiálljunk szerelni, bár utólag azt mondom, hogy lehet, hogy jobb lett volna. És képzeld el, hogy oda kimentem, de a szerviz ugye jóval később ért oda. Kimentem, amit tudtunk, mi ott nekiálltunk a Mikivel bontani. Az a lényeg, hogy kicseréltük a váltót, de ugye egy etapon 15 percet késhetsz, 16-ot késtem. Kizártak. Hát ez a magyar bajnokságba került a végén, az év végére.